mert otthon érzem magam, mert itt adnak enni. Csak két válasz arra, hogy miért szeretnek a második otthonnak nevezett házba járni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl komplex kompetenciafejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében című pályázati program keretében alakították ki a Two Home néven ismert házat. A Kossuth utcán egy olyan helyet alakítottak ki, amely az alapellátásban résztvevő, védelembe vett és hátrányos helyzetű gyermekek második otthona, kitörési lehetősége lehet. A nyári napköziben most 30-an járnak. Fejlesztéssel foglalkozunk játékos formában, korrepetáljuk őket, illetve most is már a pótvizsgára való felkészítés, ami folyamatosan folyik. Meleg étkeztetés és 10 óra étés uzsonnát is kapnak a gyermekek, ami nagy segítség a szülőknek is. A Two Home házban a vezetőn kívül számos szakember foglalkozik a fiatalokkal. Hetente más-más fejlesztő érkezik hozzájuk. A napi rend egyik része, hogy közösen reggeliznek, majd mindenki maga után rendet tesz, és következnek a foglalkozások, ahol aktívan részt vesznek az oktató és a készségfejlesztő munkában egyaránt. Itt mindig újat tanulnak, foglalkozunk velük így a pótvizsgára, és készítjük föl őket, tanulunk velük, és van, aki csak azért jön, hogy segítsünk nekik tanulni, a nagyobbak, illetve a kisebbek pedig nagyon szeretnek festeni, színezni, kézműveskedni, és nagyon szívesen viszik este haza azokat a dolgokat, amit készítettek, akár szüleiknek, testvéreiknek, és nagy örömüket lelik benne, és hasznosan töltik el az idejüket, ez ami nagyon-nagyon fontos. A fiatalok közül többen is elmondták, ha tehetnék, minden nap a házban lennének, mert sokat tanulnak ott az életről is. Hát szeretek ide járni, tanítónéni, kedvesek. Minden héten más tanítónéni. Hát itt el tudunk lenni, nem unatkozunk, mindig a haverokkal vagyunk együtt. Tudunk játszani. Igen. Segít a tanulásban, az iskolában. Hát jó itt lenni. A nyári napközi az iskola kezdése befejeződik. Utána visszaállnak a tanévrendje szerinti működésre, vagyis déltől este 6-ig várják a Two Home-ba a gyerekeket.